A Vajdasági RTV évek óta megpróbál jelen lenni a nemzetközi média szintéren, és a találkozó egy jó lépés abba az irányba, mondta el Klem József, médiaházunk megbízott vezérigazgatója. Hozzátette, arról is szó esett, hogy az Európa Tanács mely projektjeibe tudna a VRTV-be kapcsolódni. Mi ugyanakkor tájékoztattuk őket a mi sajátosságunkról, hogy 16 nyelven sugározzuk a műsorainkat, valamint, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a kisebbségeink anyaországával. Természetesen szó volt arról a nagy projektről is, amely elsősorban a Vajdasági RTV projektje, ez pedig az, hogy talán még az idén májusban megtartsunk egy nagy médiakonferenciát, ahol jelen lennének a környező országok közmédiumainak vezetői, és ahol a Duna média hálózat megalakításáról tárgyalnánk. Szerbiában évi szinten jelentős eltérés tapasztalható a különböző nyelvekre jutó műsoridőben, mutatott rá Tobias Flessenkemper, az Európa Tanács belgrádi irodavezetője. Hozzátette, a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai csartájával foglalkozó szakemberek ajánlata, hogy emelkedjen ez az óraszám. Szerbiában nem csak az az egyedülálló helyzet van, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók több nyelven sugároznak műsorokat, hanem van egy együttműködési program is, amely segít a nemzeti közösségek nyelvhasználatának megszilárdításában és a kisebbségek jogainak a terjesztésében a sajtóban. A kollégámmal érkeztem ma ide, akivel együtt dolgozunk az Európai Unióval közösen megvalósuló támogatási programon. A találkozó keretében megtekintették a VRTV új székházát, a rádiós és televíziós stúdiókat is.